Megkezdődött a síkosságmentesítés a városban kedd reggel. A miskolci városgazda már hétfőn műszaki készültséget rendelt el a havazás miatt. A járdák tisztítását 11 teherautóval, a sószórást 5 traktorral végzik, a kerékpárutak csúszásmentesítése egy kis géppel történik. A havazás a vármegye több területén is okozott kisebb-nagyobb fennakadásokat. A Magyar Közút kommunikációs vezetője híradónknak azt mondta, a legtöbb só Borsodabaúj-Zemplén vármegye útjaira érkezett. Lapátolták a havat a miskolci városgazda dolgozói a Szent István téren kedd reggel. Hajnalra a városban is leesett az idei első hó. Útnak indult a 101B autóbusz az MVK telep helyéről kedd délelőtt. A menetrendszeri autóbuszok és villamosok a havazás ellenére időben elindultak. Ezt már az MVK villamos közlekedési igazgatója mondta híradónknak, aki hozzátette, speciális felkészülés előzte meg a téli időszakot. Ilyenkor a forgalmi diszpécser kollégám, a kollégáim, ők folyamatos kapcsolatban vannak a városgazda, illetve a Magyar Közút illetékeseivel, és hogyha valahol olyan útviszonybeli változás van, ahol beavatkozásra van szükség, akkor szinte forró dróton azonnal tudnak intézkedést kérni. Tehát figyeljük folyamatosan azokat az autóbuszvonalakat, amelyek ilyenkor kritikusak, ezek a hegyi szakaszok, vagy az avas és környéke, a hidegsor, tehát azok a közlekedésben érintett pontok, amelyekre ilyenkor gyorsan kell reagálni, ezek általában rendben megtörténnek. Megkezdődött a város síkosságmentesítése kedden. A Miskolci Városgazda Nonprofit ZRT közleménye szerint már hétfő műszaki készültséget rendeltek el a havazás miatt. Az állomány egy részénél pedig elrendelték a készenlétet. A járdák tisztítását 11 teherautóval, a sószórást 5 traktorral végzik, a kerékpárutak csúszásmentesítése egy kis géppel történik. A lépcsősorokon és rövidebb járdaszakaszokon pedig kézi síkosságmentesítést végeznek. Emellett a városgazda 210 fő dolgozót vezényelt ki a város különböző részeire, mint például az Avasra és a Gyuri kapuba. De nem csak a városban, hanem az egész vármegyében zajlik a síkosságmentesítés. Pécsi Norbertet, a Magyar Közút kommunikációs vezetőjét telefonon értük utol, aki azt mondta, van, ahol csak nem 20 cm-nyi hó esett Borsodban. Az országban egyébként a legtöbb kiutatott só az pont a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei utakra került. Számszerűsítve több mint 600 tonnányi sót juttattunk ki csak tegnap éjszaka óta, illetve közel 20 000 liternyi kálcium-klorid oldatot is használtunk síkosságmentesítési munkákra. Ahogy tegnap is már jeleztük közleményben, illetve a közösségi oldalainkon, ugye 12 órás váltott műszakokban folyamatosan dolgoztunk, illetve dolgozunk, de arra is figyelmeztettük a közlekedőket, hogy hiába végezzük folyamatosan ezeket a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, bizony időszakosan lehetnek téliesebb útviszonyok. A vármegyében jelenleg nincsen rendelve hókészenlét, mint ahogyan az ország más területein sem. Ez azonban az időjárás függvényében változhat.